Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 24-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban az emlékparki nyár kerül fókuszba, illetve beszámolunk a Szent István díj átadásáról és az Albarégia Szimfonikus Zenekar bemutatkozó koncertjéről. Tartsanak velünk! Átadták a Szent István emlékérmet és díjat a Szent István Művelődési Házban megrendezett ünnepségen. Az elismerést ebben az esztendőben Görög István nyugalmazott ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója vehette át. Átadták az államalapító Szent István királyunkról elnevezett Szent István emlékérmet és díjat. Az ünnepségen az elismerést Görög István nyugalmazott ezredes, a Honvédség és Társadalom baráti kör alapítója, a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója vehette át Spány Antal megyés püspöktől, a kuratórium elnökétől, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a díj, a hit, az erkölcs, az emberség és az alázat elismerése, aminek a mindennapok adnak megerősítést, és amelyhez magas szintű szakmai munkatársul. Keressük a jelöltek között azt a szemét, aki leginkább föl tudja mutatni azokat az erényeket, amelyek a Szent Istváni értékrendhez igazodnak, és amelyek szólnak a mai korhoz, a mai kor emberéhez. Úgy gondoltuk, hogy Görög István személyében olyan embert találtunk, aki mélyen a Szent Istváni elkötelezettségben a magyarságnak, a hazának, a nemzetnek a szolgálatára szentelte az életét, és aki nem csak az eddigi tevékenységével tette ezt, hanem teszi most is a Pákozdi emlékhely gondozásával, igazgatásával, és benne a fiataloknak, az iskolásoknak a hazaszeretetre való nevelésével. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyszerű embernek jutott idén ez a díj, aki méltó Szent István örökébe lépni, úgy, hogy az ő értékrendjét képviselje a mai világban, a mai ember számára. A díjátadót megtisztelte jelenlétével Benkő Tibor honvédelmi miniszter, és beszédében kiemelte, hogy Görög István életútja példa arra, miként lehet felelősséggel továbbvinni Szent István örökségét, megőrizve a katonai hagyományokat, segítve a jelenkort és a jövő nemzedékét ebben. Számunkra is megtisztelő minden katona, volt katona számára, hogy egy katona érdemelte ki ezt az elismerést, ezt a díjat, és valóban Görög Istvánról el tudjuk mondani azt, hogy 1978-ban avatták tiszté, amikor a Kossuth téren ő esküdtett arra, hogy Magyarországot, ezt az országot, ezt a hazát minden körülmények között szolgálni fogja. Görög ezredes úr az elsők között volt, aki felismerte azt, hogy mennyire fontos a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat. A Gyurica Béla tábornokórral kezdték el ezt a munkát, és megalkották itt Székesfehérváron a Honvédség és Társadalom baráti kört. Nevében is benne van azt a szervezetet, ami napjainkban is kiválóan működik, és biztosítja azt, hogy a honvédség elismertsége, megismerhetősége a polgári lakosság körében elsők között legyen. És a másik dolog, amit pedig említett, ez a katonai emlékpark Pákozd, az enyészettől mentették meg, és tulajdonképpen az ő hathatós odaadó munkájának eredményeként alakult ki mindaz az emlékhely, amelynek most tanúi lehetünk. Láthatjuk, nyomon követhetjük a magyar katonatörténelem múltját, egészen a magyar honvédség megalakulásától, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nevezték el a magyar katonákat a magyar honvédség kötelékének, és ott azért 1848-tól napjainkig minden nagy katonai esemény megörökítésre került. És további tervei, elgondolásai vannak, mert talán ez a másik olyan dolog, ami jellemző rá, hogy örök mozgó, örökké gondolatai, ötletei, javaslatai vannak, de nem csak a javaslatig jut el, hanem annak megvalósításában nagyon aktívan részt vesz. Megszólalt a díjazott is, amelyből kiviláglott, hogy nem magának, hanem másokért él, felelősséget tud vállalni a társadalomért, a társadalom egy szegmenséért, mert következetesen a hivatásának élt, mert hivatásában másokat tanít és példát mutat.
Köszönet hangján kell szólnom, és nagyon szeretettel köszönöm Székesfehérvárnak, annak a városnak, ahol felnevelődhettem, ahol értéket kaphattam, és ezt az értéket szerettem volna továbbadni. Egész életünkben eddig azon dolgoztam, hogy katonaként, hogy segíthessem a városi értékek továbbadását, segíthessem a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat erősítését, és mindezzel egy olyan légkör kialakítását, amely ténylegesen segíti a továbbiakban is, hogy fehérvári polgárok valóban alkothassanak. Az ünnepség megerősítette az államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kiemelt célja, a keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében, valamint bemutatni és példaként állítani az ilyen életet élőket a város és az egész magyar nemzetközösség tagjai számára. Irodalmi este folytatódott az Emlékparki nyár program sorozata. Az Emlékparkban Meleg Vilmos és Molnár Julianna nagyváradi színművészek léptek a közönség elé. Irodalmi borestre invitálta vendégeit a Pákozdi Katonai Emlékparkba Görög István az intézmény ügyvezetője. A versek, dalok, nóták stílszerűen a nemes magyar nedűről, a borról és a magyar sorsról szóltak Meleg Vilmos és Molnár Julianna a nagyváradi Szigligeti Színház színművészeinek előadásában. Köszöntöm a bort, sorsvert, gondűzött emberek menedékét, akitől meghősödik a gyáva, tervet koholnak a tervtelenek, s bársonypárnát álmod magának a földön futó hajléktalanság. Köszöntöm a bort, költők keresztvizét, s búrosdás lelkek gépolaját. A bort, akiben lakik a kedv, a barátság meg az igazság. Ennek az előkészületei évekre nyúlnak vissza, nem azért, mint egy műsor előkészítése ezt igényelné, hanem azért, mert alkalomattán fölkértek boros versek, tehát egy borbemutató, vagy éppen borverseny, vagy valami vendéglő átó helység, vendéglő megnyitás alkalmából egy-egy vers erejéig, hogy valami borról is beszéljek, és már rég megért bennem a gondolat, és létrehoztam néhány évvel ezelőtt egy olyan műsort, amit pincékben és elsősorban vidéki meghívásokon adtam elő, és ennek a kiegészített zenével megtűzdelt, hiszen ott, abban a környezetben a gyönyörű gondolatok mellé mindig a közönség, az a baráti kör, aki meghívott, az adta magát, hogy egy-egy borhoz kapcsolódó dalt énekeljen közösen együtt velünk, és ennek az átgondolt, szerkesztett változatát hoztuk el ma este ide, amikor próbáltam úgy összehozni a dalokat, az énekeket a versekkel, hogy mintha kiegészítenék egymást, kétszer pedig ellenpontozásként, hiszen arra is szükség van egy műsor keretében. Badacsonyi kék nyelűt, piros drága jó nedű, itt a meste. Kilenc rajkó hegedül, egy kislány meg beleül az ölembe. A húr pattan, a csók csattan, a kék nedű jó kedvünket te tiszte. Molnár Julianna számára nagy öröm és kivételes lehetőség, hogy olyan magyar népdalokkal varázsolhatta el hálás közönségét, amelyek hallatán ők is dalra fakadhattak. Nekünk is megerősítés tulajdonképpen, nem csak az ittenieknek. Egyébként én ezzel úgy vagyok, hogy nagyon-nagyon szívesen jövök akármikor ide, és ez a Pákozdi Katonai Emlékpark nekem egy, én ezt mindig szoktam mindenkinek mondani, hogy minden gyereknek, minden diákot, minden gyereket elhoznék ide egyszer, hogy lássák a magyar történelmet, mert nagyon-nagyon hiányzik ez sajnos a gyerekek tudatából, és ha egy ilyen helyen bejárják és megnézik a történelmet, szerintem nagyon-nagyon nagyban alakítja a fejlődésüket, a jellemfejlődésüket. Mi nagyon boldogan jöttünk, én még itt nem léptem fel, csak mint vendég voltam, most egy ilyen borivóknak való műsorral jöttünk, én énekelek, Vili pedig borhoz kapcsolódó verseket fog szavalni, bordalokat tulajdonképpen, de inkább nótához, népdalhoz kapcsolódó dalokat fogok énekelni. És nagyon boldogan jöttem.
A bensőséges hangulatú találkozónak költőlegendák borversei mellett természetesen lehetőségük volt a vendégeknek egy Pákozdi pincészet termékeit is megkóstolni. Továbbra is emlékparki nyár. A programsorozat vendégeként az érdeklődők a székely származású fotóművész Dániel Mária Magdolna fotókiállítását tekinthették meg, majd a Hungarikum együttes adott koncertet. Újabb fejezetéhez érkezett pénteken az emlékparki nyár a Pákozdi Katonai Emlékparkban. A Nemzeti Emlékhely hagyományos rendezvényén bebizonyosodott, hogy a kemp nem csak a történelmet kedvelők számára nyújt kitűnő kirándulási célpontot, de az élményt és a kultúrát keresőknek is nagyszerű helyszín. A Katonai Emlékpark, mint nemzeti emlékhelynek küldetése az, hogy megjelenítse a honvédelem és haza szeretett kérdéseit. És mi úgy gondoltuk, hogy egész évben ezt szolgáljuk egy alapkiállítás tömeggel, ami azt hiszem, hogy egyre teljesebben elégíti ki, hogy szolgálja ki ennek a ügynek a továbbvitelét mindenféle korosztály irányába. Ugyanakkor a nyári időszakra sokat töprengtünk azon, hogy mindenképp egy olyan lazább, kicsit oldottabb programsorozatot kell összehozni, ami az embereknek a nyári szabad idejének az eltöltését segíti, ugyanakkor mégis nem tér el az eredeti célunktól. Ennek megfelelően állítottuk össze az idei évi programot, ami sokkal színesebb lett, mint minden eddigi. Ez alapvetően a miniszterelnök hivatal egy támogatásának köszönhető, hiszen ha tetszik, hanem minden pénzbe kerül. Ez csak emlékeztetőül június 18-án nyitottuk meg Könyv István jeles grafikus művész kiállítását, és a kedves feleségének a bőrműves termékeit, vagy csodáit bemutató kiállítást. Azt követő héten kezdődött el az emlékparki nyár ünnepi megnyitóval, amin itt volt a honvédelmi miniszter úr, és itt volt a honvéd férfikar, és egy csodálatos koncertet adott. Ezt követően jött június 27-e, ami Szent László napra, egy teljesen új programot indítottunk el, Szent László király születésére emlékeztünk, és azt hiszem, hogy megint egy csodálatos program volt. Három etapban: megemlékezés, a vitézi rend kövének, a emlékkövének a újravatása, és a honvédséges társadalom baráti kör Katonai Emlékpark és a Nagyváradi Tanúvedő Egyesület összefogásával megvalósult Kárpát-medencei gyermekrajz pályázatnak a díjkiosztása. Ezt követően egy pénteki alkalommal vendégünk volt Tolcsvai Béla, azt követően vendégünk volt Nagyvárad két ikonikus színésze, Meleg Vilmos és Molnár Julianna, akik egy kicsit oldottan, szintén a hazáról, a magyar gondolatokról szóltak a bor keretében. Azt követően pedig nótáztunk, itt volt Kapi Gábor, a nótás kapitány, és minket is meglepett, hogy talán a legtöbb érdeklődő ezen a napon volt, és ténylegesen hangos nótázás volt a teraszon. Azt követően pedig hát itt vagyunk, ahol augusztus első hétvégén, és ezen pedig szintén két nagyon magvas művész van. És hát annak örülünk, hogy a fehérvári katonazenekar is visszatalált a laktanyába, és hozzákezdtek ismételten ahhoz, hogy készüljenek alapfunkciójukhoz, a zene biztosításához. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a katonazenészeknek, akik négy nap próba után vállalták, hogy a mai napon egy meglepetés koncertet fognak itt bemutatni Ruf Tamás vezetésével. És hát a Katonai Emlékpark ez évi 9. emlékparki nyár rendezvényének az utolsó alkalma pedig augusztus 19-én lesz. Akkor emlékezünk Szent István halálának 985. évfordulójára, és bemutatjuk Halmai Tivadar festőművésznek az alkalomra készült Szent István halála című nagyméretű alkotását is.
Én azt hiszem, hogy az felsoroltak is egy teljességet mutatnak. Többen megkérdezték, hogy hát van-e egyik másiknak köze a katonasághoz, de akik itt voltak, mindegyike meggyőződött, hogy igen, mindegyiknek köze van a katonasághoz. És én azt gondolom, hogy ez ad egy teljességet, és ez ad egy olyan lehetőséget, ami indulást jelez a tizedik emlékparki nyár irányába. Hogy az még színvonalasabb legyen, és ismételten bebizonyosodott az érdeklődők, a közönség megerősítése által is, hogy igényli a közönség azt, hogy tartalmas elfoglaltság, tartalmas programok legyenek, igényes programok legyenek a nyári időszakban. A programsorozat vendégeként az érdeklődők, a székely származású fotóművész Dániel Mária Magdolna fotókiállítását tekinthették meg. Az alkotó egyedi látásmóddal készült szoció- és portréfotói egy egészen különleges világba kalauzolják el a fotóművészet barátait. Én ezt így látom. Úgyhogy nagyon könnyű ezt így összeraknom, hiszen ez így van a fejemben. Én ezt így akarom elkészíteni, ezt a fényképet. És igazából az látszik szerintem, amit ön is elmondott, pontosan jól meghatározta. Az fontos, hogy a szemekből, illetve az arcokból történeteket vehetünk mi magunknak. Fontos, hogy ezeket a történeteket így ebben a formában jelenítse meg? Nézze, hogyha körülnéz, akkor látható, hogy nem írtam címeket. Tehát nincsenek a képeknek címei. Tulajdonképpen vannak itt a fejemben, tehát mindenik képnek van címe, de nem írtam ki őket, hiszen minden képnek van mondani valója. És ha valaki ránéz, látja a történetet a szemeken, az arcokon, a ráncokon, a mozdulatokon, nagyon sok esetben látszanak a mozdulatok is, és nem véletlenül, nem feltétlenül az élesség volt a fontos, hanem maga az élet látványának a bemutatása. Az jó hírért, névért, a szép A tárlat megnyitóját követően a Hungarikum együttes koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők, akik ismét megtapasztalhatták Mudrich Anett és Kremnicki Géza megszólalásának egyedisége ihletettségükben, a csodás énekhangban, a modern és archaikus zenei elemek harmóniájában és az egyedi hangszerelésben rejlik. Koncertjeik hangulata egyszerre felemelő és bensőséges, most is így történt. Minden esetben, minden egyes alkalomra meg helyszínre mindig egy külön műsort állítunk össze. Hát az alkalommal kapcsolatos gondolatkör jegyében. Tehát most mivel katonai emlékparkban vagyunk, ezért nyilván hoztunk régi, szép, veretes, gyönyörű katonanótákat, énekeket. De hát nem csak erről lesz szó, most az műsorban, mivel a katonák is emberek voltak, és volt nekik hátterük, érzelmi életük, kedvesük volt, stb. Úgyhogy hát színes, szélesvásznú módon gondolkodunk. Igen. Büszkeség az, ami a katona életet. Tehát a verbunkos világ, hát eleve egy reklám volt az, hogy helyélet, begyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az ilyen katonának, aki ilyet szeret. Hát próbálták, egyfajta kiugrási lehetőség is volt, illetve próbálták az akkori toborzók kívánatosan tenni ezt az életformát. Minden esetre hát egy erőszaktevés volt a társadalmon, de hát ez most már így volt, nem tudunk utólag visszamenőleg mit csinálni. Rengeteg keserűség, háborúk, stb. Került haza hírként, vagy egy-egy hiányzó lábként annak idején az otthonba, és hát kitörölhetetlen és kikerülhetetlen része a történelemnek. Az emlékparki nyár augusztus 19-én 11 órakor Halmai Tivadar festőművész kiállításának megnyitójával zárul. A tárlaton láthatjuk a Szent István halála című nagyméretű festményt és egyéb alkotásait is. Végezetül pedig az utolsó pákozdi találkozón Halmai Tivadar festőművész tárlatát tekintette meg a közönség. Halmai Tivadar festménykiállításával befejeződött az Emlékparki nyár programsorozata a Pákozdi Nemzeti Emlékhelyen.
Az Áron Nagy Lajos művészetbarát kör tagja tárlatát, aminek főműve az alkotó Szent István halála című festménye, Cserpakovics András polgármester ajánlotta a közönség figyelmébe. Falmai Tivadarnak sok mindent köszönhetünk ezekkel a festményekkel. Az egyik szerintem pont ez, hogy közérthetővé tesz olyan dolgokat, történelmi eseményeket, személyiségeket, történelmi épületeket, amelyek miután mondjuk adott esetben ma már nem állnak, személyiségek nyilván sajnos nem élnek ennyi idő után, de mégis élő legyen az ő jelenük gyakorlatilag a városban. És legyünk büszkébbek, lokálpatriótábbak ezáltal, hogy olyan városban élhetünk, ahol ilyen személyiségek éltek, alkottak, és azt alkották, aminek köszönhetően most készülhetünk Szent István ünnepére, és megélhetjük a magyarságunkat, és mi most magyarul beszélhetünk adott esetben ezekről a festményekről. Ugye vannak történelmi festmények, kifejezetten nagyméretű történelmi festmények is, hiánypótló festmények és témaválasztások ezen belül. Itt a Katonai Emlékparkban katonai témájú festmények is megjelentek, és hát vannak olyan utcaképek a belvárosból, meglévő vagy a múltból ideidézett épületekkel, amelyek meg abszolút a jelen Fehérvárját is meghatározzák. Halmai Tivadar a megnyitón kitért művei megszületésének körülményeire, feltárta az alkotás folyamatait a gondolattól a megvalósításig. Külön szólt a Szent István halála című műről, amely a székesfehérvári kőtárban található maradványokhoz igazodik a történeti hűség okán is, míg a festményen megjelenő alakokat az 1083-as újratemetés a szenti avatás időszakából idézi meg. Gyerekkoromból szülői háztól apám révén oltódott belém a magyarság tudat szeretet. Emlékszem, mikor a városba egyszer sétáltunk, és mondta, hogy tudod, fiam, sokan, akik itt járnak, kelnek, nem is gondolják, hogy a valamikori királyaink, királynőink és ország nagyjainknak a lábnyomát tapossuk, és abba lépünk bele. És ezek a városi séták, azok a lelkületemben ide kötöttek Fehérvárhoz, és hát a valamikori festőművészünk, aki a tulajdonképpen, akihez jártam, Emtót Istvánon keresztül tanultam meg a festészetnek a technikáját, és egy kicsit a város szemléletét is. Tehát gyakorlatilag mint egy belém született, belém nevelődött a város és a nemzet iránti szeretet és tisztelet, és ugye az olvasmányaim révén, az elbeszélgetések révén, a baráti körökben történt városról, történelemről szóló beszélgetések hatottak rám, aminek révén határoztam el, hogy feldolgozom ezt a várost történelmében, építészetében. Olá László, az Emlékpark szakmai igazgatója örömének adott hangot, hogy az idei emlékparki nyár programsorozat ismét nagy érdeklődésre tarthatott számot, és amelynek méltó záró eseménye volt Halmai Tivadar történelmi távlatokba kalauzoló tárlata. Ezzel az eseménnyel zárul a 9. emlékparki nyár, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Katonai Emlékpark közös kulturális programsorozata. Ebben az évben sikeresen rendeztük meg a programsorozatot, ebben az évben is, hiszen mind az előző 8 is, és ez is nagyon sikeres volt. Volt képzőművészeti kiállításunk, volt fotokiállításunk, volt egyéni szólóadó, népdalzenei alapokon nyugvó koncertünk, volt katonazenekari koncertünk, és ezt az ívet zárja le a mai napon nagyon méltó módon Halmai Tivadar kiállítása, amelynek különös jelentőség az, hogy itt vagyunk Székesfehérvár közelségében. Egy légtérben vagyunk. A koronázó város és a Katonai Emlékpark. És ez a kiállítás meg még közelebb hozza a két helyet, hiszen a Katonai Emlékpark arra hivatott, hogy magyar nemzet hat történelmének az elmúlt pár évszázadát jelenítse meg, és ugyanez jelenik meg a képeken, egy kicsit időtávlatban visszább nyúlva, de nagyon sok kép napjaink Fehérvárát mutatja be, azokkal a katonai vonatkozású emlékművekkel együtt, amelyek beépültek Fehérvár hadtörténelmébe. Halmai Tivadar a lokálpatrióta alkotó szándékai szerint tovább folytatja történelmi időutazását, és hiteles műveken keresztül eleveníti fel a történelmi korok Székesfehérvárhoz kötődő nagyjait.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!